Sziasztok! Én Marcinho vagyok, és ez egy újabb videó, egy kérdezfelelek féleség, de amiatt elkezdenék pár dolgot elmondanék, mert ez nem lesz benne a kérdezfelelekbe, de ezt így videón kívül elmondom, hogy igen, lesz folytatása a Háborúban című sorozatnak, méghozzá már csináljuk is, megvan a forgatókönyv, a mapot készítjük, utána leforgatjuk, megvágjuk, és megy is fel. Tehát ne kérdezgessétek, még januárban megpróbáljuk feltölteni. Tudjuk, hogy csúsztunk vele, de sajnáljuk, ez van. Na, kezdjük is a kérdezfeleleket. 20 kérdésre fogok most választani, amiket gyakorlatilag kérdeztek tőlünk az emberek. Na, első kérdés, hogy a Whistler paródiánál hogyan csináltuk azt, hogy az alapra a mi általunk felénekelt szöveget tettük be. Hát ez egy nagyon bonyolult folyamat. Ez nagyon nehéz megcsinálni, rákeresünk a YouTube-on arra, hogy Florida Whistler karaoke version, vagy 20 szalátot kiadott, meghallgattuk, melyik a legjobb, és azt letöltöttük, majd zenére illesztettünk, aztán megvágtuk, és egy hét alatt kész is volt, ha ez kevés idő. Második kérdés, hogy mi a zene címe a 100 leghíresebb, legviccesebb videóválogatás végén? Hát amit az egész videóban használtunk, igen, nem csak a végén, hanem a háttérzene is az volt, hogyha valaki nem vette volna észre. A számot 1500-an látták mindösszesen a YouTube-on, ezért nem hinném, hogy bárki is ismerte volna, aki megnézte a videót. Azért is volt jó választás ez a szám, mert nem volt szerzőjogos. A szám címe Radiation Stratus. Tehát Radiation Stratus. Stratus. Igen, Stratus. Na. Harmadik kérdés, feliratkoznál, vagy csinálnál nekünk csatorna reklámot? Röviden nem. Hosszas válaszunk az meg az, hogy ez is egy igen gyakori kérdés, amit Skype-on, Facebookon szinte minden nap megkapunk. Feliratkozni mi olyanokra iratkozunk fel, akiket ismerünk, vagy angolok közül, akiket ténylegesen nézünk. A csatornátokat nyugodtan linkelhetitek, de feliratkozni max akkor fogunk, ha nagyon-nagyon-nagyon-nagyon-nagyon megtetszik, amit csináltok. De tanácsokat természetesen tudunk adni mindenkinek. Csatorna reklámot meg eleve nem szoktunk senkinek sem adni, se ingyen, se pénzért. Negyedik kérdés, hány évesek vagytok? Vannak olyan dolgok, amik tényleg privátak, nálunk ez az. Tehát a korunk az privát. Akik ismernek, tudják, akik megnézők, azok nem. Ilyen egyszerű. Ötödik kérdés, szerepelnétek-e a sorozatomban? Hát maximum akkor, ha egy jó olyan ötlettel állsz elő, hogy az nekünk is megtetszik, és jó ötletnek tartjuk. Meg a videóidból ítélve nem adsz ki szart a kezed közül, hát hogy finoman fogalmazzak. Tehát, hogy értesz a programokhoz. Interjúkat általában el szoktuk vállalni, tehát azzal lehet jönni. Hatodik kérdés, mi az, ami minket foglalkoztat a videózáson kívül? Én dobolok, illetve floorball osztam egy héttel ezelőttig. A filmezés is nagyon foglalkoztat, nem mint a videózás, hanem maga a film szakma. Balú kosarazik, és még sok mindent csinál ezen kívül, úgyhogy fel sem tudnám sorolni. Hetedik kérdés, lehet-e a csapatban jelentkezni? A Fanmade Maker csapatban, úgy értem. Csak akkor azt előre meghirdetjük és beválogatunk. Nyolcadik kérdés, szerepelhetek-e a Háborúban című sorozatotokban? Persze, mivel 12 rész van, így nagyon sok mellékszereplő lesz szükségünk, és aki mondjuk nem tudott eljönni a második rész forgatására, az se bújson, mivel még 10 rész forgatásán vehet részt utána. Bárki felvehet minket Skype-on ezzel kapcsolatban, Skype-unk Fanmade Maker. 9. hogy milyen programokat használtok a videózáshoz? Most sorolom. Preps, Audacity, Sony Vegas, Bandicam, Premiere Pro, és ezek közül mindig azt, ami éppen kell, vagy éppen akarjuk használni. Ja, meg a Cinema 4D-t is. Egyébként ezeket ajánljuk is mindenkinek, mondjuk a kezdőknek a Movie Maker-t. Aztán 10. kérdés, hogy milyen játékkal szoktatok játszani? Call of Duty Black Ops 2-ztünk még novemberben, aztán én meguntam, és akkor Balú sem játszott már annyit. Aztán megvettük PlayIT-nál az Assassin's Creed 3-at, majd egy hónapig a polcomon volt, és a két ünnep között elővettem és játszottam vele sokat. Ritkán szoktunk Minecraftozni, inkább jelzőviadal szerveren, de nem nagyon jellemző. Régen észoszpédeztünk is, csak ugye ez fizetős lett. 11. kérdés, hogy ti partnerek vagytok? Igen, azok vagyunk. 12. kérdés, hogyan kezdjek el videózni?
Mindennek előtt legyél felkészült, legyen tapasztalatod a programok terén, próbálj meg kreatív és minőségi videókat kiadni a kezed közül. Olyan videókat készíts az elejétől fogva, amik nagyon egyediek, és legyél kitartó. Ezeket tudom tanácsolni. 13. kérdés, mennyi pénzt kapunk a partnerségért? Ez a másik dolog, ami privát. 14. kérdés, melyik videósokkal vagyunk jóba? Mostanában Kontrollált Egonnal szoktunk beszélni, Bazinadja, Zsédavval, de velem mostanában kevesebbet, DM Névóval sem annyira sokat, de néha vele is szoktunk, Tomas Rácékkal most kicsit eltűntek, de most adott Dota 2 kulcsot, úgyhogy most már újra vele is, aztán Bazinagyon keresztül Assal, de a nézők közül is nagyon sok emberrel tartjuk a kapcsolatot. Aztán szerepelhetek-e az egyik videótokban, vagyis Funmade Maker videóban? Csak akkor, ha be van hirdetve, hogy lehet jelentkezni, vagy ha ismersz minket, háborúban van, meg lehet. 16-os kérdés, hogy milyen formátumban rendereled a videóid? Sony Vegasban, VMV-ben, 720p-ben, egy 15 perces videónál kb. 1 óra render, egy 3-nál kb. 10-20 perc, fos gépen van. 17. kérdés, hogy ki miatt kezdtünk el videózni. Egy személy így nincs, de ha erre muszáj válaszolni, akkor Freddy D, akit már 2007 óta követek. 18. kérdés, a Minecraft kreatív pályázatnál csak az szerepelhet Zsidabbal a videóban, aki készítette, vagy az összes szereplő is. Hát ezt majd a győztessel fogjuk egyeztetni, és ahogy majd vele megbeszéljük. Egyébként nagyon sok videó érkezett erre a pályázatra, nem is volt időm még az összeset megnézni, úgyhogy még úgyis van sok idő. 19. kérdés, hogy milyen géped van, vagyis hát nekem milyen gépen van. Nem tudom az adataimat, igazából sosem érdekelt. De kicsit nyögvenyelős, kicsit lassú, de azért minden fut rajta normálisan. Minecraftozni tudok 100 FPS-rel. Annak problémái, de minden jól fut rajta, ahogy említettem. 20. Mik várhatók a jövőben? Nem kezdtek el egy új sorozatot? A közeljövőben a háborúban folytatása várható. Magyar videósok reakciója az ugye az újratöltve. Egy Survival Minecraft sorozat Egonnal és Kaverivel, de ez még nem biztos. És még egy meglepetés Minecraft műsor paródia, de majd meglátjátok milyen lesz, nem is mondanék el róla többet. Na, remélem, hogy ez a 20 kérdés most kielégített benneteket. Ezek elég gyakori kérdések voltak, azt hogy mondjam, sokan kérdezték ezeket, úgyhogy remélem választ kaptak azok, és megelégedtek a válaszokkal, akik ezeket feltették, ezeket a kérdéseket. Akik meg nem azok, meg örüljenek, hogy nem is kellett, hanem eleve megkapták a választ egy olyan kérdésre, amit fel se tettek. Ja, Istenem. Na jó. Sziasztok!